felháborodást keltett kiskörös lakosságának körében, hogy az egyik országos kereskedelmi csatorna január 28-ai adásában arról számolt be, hogy egy férfi rettegésben tartja a kiskörösieket, diákokat támadott meg, illetve orális szexre kényszerített egy láthatóan kiskorú iskolás lányt. A Bácskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság és a kiskörösi rendőrkapitányság határozottan cáfolja, a gyerekek előtt mutogatja a nemi szervét címen megjelent riport tartalmát. A polisz.hu oldalon olvasható, hogy 2022. júliusában a rendőrség birtokába jutott egy fénykép, amelyen egy pár a városközpontban orálisan létesített szexuális kapcsolatot. Az eljárás során kiderült, hogy egy akkor 39 éves férfi és egy 41 éves nő látható a csatornán is bemutatott képen. A beszerzett adatok szerint a szexuális cselekményt mindketten akarták, így őket közerkölcs megsértése szabálysértés miatt vonták felelősségre. A képen látható férfi ellen szemérem sértés miatt is indult nyomozás, amely vádemelési javaslattal zárult az elmúlt évben, írja a polisz.hu. Közölték, hogy a férfi ellen olyan eljárás nincs és nem is volt, amelyben kiskorú lenne az érintett. Az Országos Kereskedelmi Csatorna műsorában elhangzottakkal ellentétben sem a kiskörösi gyerekek, sem pedig a felnőttek nincsenek veszélyben. A helyi rendőrkapitányság minden bejelentésre reagál és azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően intézi. Olvasható a polisz.hu-n.